Megalakulásának 40. évfordulójára különleges előadással készül a Somorjai Csali Gyermeknéptánc Együttes. Jelenleg több mint 190 gyermek jár az együttesbe, ahol elkötelezett táncpedagógusok segítségével szívják magukba a magyar népzenei és néptánc kultúrát. Mi azt tudjuk most ma megmutatni, hogy most hol tart a Csali, tehát a 40 éves útja során hova jutott el, ezt fogjuk ma megmutatni, de természetesen itt lesznek a közönség soraiban a régi vezetők, régi táncosok, akik közül már nagyon sokan szülők, sőt nagyszülők is, és így együtt fogjuk megünnepelni ezt a nagyon szép évfordulót. Somorján szinte nincs is olyan magyar család, amelyik ne kötődne valahogyan a Csalihoz. Az egykori tagok ma már gyermekeiket hozzák ide, ahogyan Kovács Bölcs Andrea is, aki 15 évig táncolt az együttesben. Rebeka lányával most együtt nézegetik a kerek évfordulóra készült fotókiállítást, amely szép emlékeket ébreszt Andreában. Nekem ez a tánc a Csali nagyon sokat adott. Tényleg nagyon sok barátot megismertem, rengeteget utaztunk, úgyhogy nekem ez a néptánc, ez tényleg sokat adott. Úgyhogy bízok benne, hogy a lányom is így fogja folytatni, akinek nagyon tetszik, és minden egyes próbán ott van, mert ha beteg is, nem hagyja ki. Szép hagyomány, hogy anyukám is ezt csinálta, és akkor már én is folytatom ezt a hagyományt. Utánpótlásból szerencsére nincs hiány, főleg mióta a Csali 2016-ban megnyerte a néptánc együttesek kategóriáját, a Duna Televízió felszállott a Páva televíziós tehetségkutató versenyben, ami a szakmai elismerés mellett óriási népszerűséget is hozott nekik. Öt korcsoportban tanulnak a gyerekek, az óvodások és kisiskolások egyik tanítója Valacsai Franciska, aki már 1981 óta tagja a Csalinak. Megtanulnak rengeteg magyar népdalt, megtanulják a gyermekdalokat, népi játékokat, továbbá néptánccal ismerkednek, és a kollektív szellem is így fejlődik, ha együtt vagyunk. És ezek a közös élmények összetartják a gyerekeket. Úgyhogy úgy élünk itt, a szülőkkel együtt, mint egy nagy család. Ahol mindenki hozzátesz valamit az előadások sikeréhez. Édesanyák, akik a frizurák elkészítésében, öltözködésben segítenek, táncoktatók, koreográfusok, akik tudásukat adják át, az élőzenét szolgáltató muzsikusok, és persze kellenek a fogékony és lelkes gyerekek, a jövő letéteményesei. Ez az összefogás az ereje és a titka a Csalinak. Nagyon jó közösségben vannak, jóra tanítják a gyerekeket, csoport, összetartók, nagyon viszik tovább a régi hagyományokat, szépen táncolnak, énekelnek, egy nagyon jó közösség, baráti tárgy, egy család. Emellett az együttesnek olyan küldetése is van a városban, ami túlmutat a tánctanításon. Somorja az utolsó nyugati bástyája a felvidéki magyarságnak, tehát sokkal komolyabb feladatunk van nekünk. Az is a feladatunk, hogy itt az itt élő magyarságot, amely sajnos egyre csökkenőbb arányokat mutat itt Somorja városában is, hogy összefogjuk és hogy építsük ezt a helyi közösséget, hogy azoknak a gyerekeknek, akik már nincs nagyon alkalmuk a magyar kultúrával találkozni, őnekik táptalajt biztosítsunk, és egy biztos bázist, egy kiinduló pontot az életükhöz. A Csali 40 évét számos díj és látványos siker fémjelzi. Ezeket a mérföldköveket kötik össze a dolgos hétköznapok, amelyre az együttes vezetői a díjaknál is büszkébbek, mert a Csali nem csak a hagyományok továbbadásában játszik kiemelkedő szerepet, hanem a somorjai magyar közösség megerősítésében is. Hagyományos népi módszerekkel 15 féle lekvárt készít az a két kárpátaljai család, akiket hamarosan megismerhetnek.